Mozogtak a csillárok és összecsörrentek a poharak a polcokon, ismét földrengést lehetett észlelni Somogyban. Más étrend és fokozatos mozgás, odafigyeléssel ledolgozhatóak a karácsonykor felszedett plusz kilók. Új vezetőedző a Kaposvári Kosárlabda Klubnál, Nikola Lazics bátyja Fekete Ádámot. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A hétfői után kedden újabb földmozgást lehetett érezni hazánkban. A tegnapinál nagyobb 6,3-as erősségű földrengést észleltek Horvátországban. Vélhetően annak az utórezgéseit lehetett tapasztalni Somogyban is. Mozogtak a csillárok, összecsörrentek a poharak a polcokon. Belengtek ennek a karácsonyfának a díszei Kaposváron. Kedden déltájban a megyeszékhelyen is lehetett érezni a földmozgást. Egyik kaposszerdahelyi nézőnk felvételén pedig az látszik, hogy a csillár is mozgott. Két nap alatt ez már a második földmozgás volt, amelyet Somogyban is lehetett érezni. A hétfő reggeli földrengés epicentruma Horvátországban 51 kilométerre Zágrábtól mintegy 5 kilométeres mélységben volt. A leginkább érintett horvát településeken jelentős károk keletkeztek. Az 5,2-es erősségű földrengést hazánkban is lehetett érezni. Nagyatádon sokan erre ébredtek. Fél hét körül volt reggel. Azt éreztem, hogy mozogattam az ágy, mintha vízágyon aludnánk, olyan volt, és arra ébredtem fel. Ilyen reggel 6 óra körül, hát még ágyban fekve így ünnepek után, hogy mintha mocorogna az ágy igazándiból, azt éreztem. Mint mesélték, hirtelen fel sem fogták, hogy ez földrengés. Először azt gondoltam, hogy valami mozgatja az ágyat igazándiból, hogy a párom mocorog, de amikor láttam, hogy ő is nyugodtan alszik, fekszik, akkor nem gondoltam, hogy... Akkor még mindig nem gondoltam, és akkor utána a közösségi médiában láttuk, hogy ezt mást is érzékelte, és akkor tudatosult bennünk, hogy akkor ez valóban földrengés lehetett. Horvátországban márciusban is volt földrengés, annak a rezgéseit is érezték Somogyban. Akkor is lehetett itt érezni, igen. Akkor én kevesebb éreztem, mint most. A hétfői 5,2-es földrengést követően kedden déltájban újabb, most 6,3-as erősségű földmozgást mértek Horvátországban. A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a tegnapi földrengés közelében a közép-horvátországi Petrinya térségében volt, ahol több épület is összedőlt. Ennek az utórezgéseit lehetett érezni a Dunántúlon, valamint Észak-Olaszországban, Szlovéniában és Ausztriában is. Nagy valószínűséggel az újfajta mutációk ellen is hatékonyak lesznek a jelenlegi vakcinák. Erről a Délpesti Centrum Kórház osztályvezető főorvosa nyilatkozott. Szlávik János azt mondta, jók a tapasztalatok a koronavírus elleni oltóanyaggal, és bíztató az is, hogy csökken az új fertőzöttek száma. A szakember hozzátette, a tendencia pozitív, de a szennyvíz adatok alapján néhány városban még mindig stagnál vagy emelkedik a vírus koncentrációja. Szerinte minden országban el kell kezdeni a tömeges oltásokat, ez megakadályozza majd az új mutációk elterjedését. Csaknem 1000 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, és 317.571-re emelkedett az azonosítottak száma. Összesen 9292-en vesztették életüket, 6298 beteget ápolnak kórházban, közülük 444-en vannak lélegeztetőgépen. Somogy megyében eddig 8260 koronavírusos fertőzöttről tudnak. Közben bejelentették, csütörtök estig lehet jelentkezni az óvodai iskolai dolgozók gyors tesztelésére. Online kell időpontot foglalni a január elejé vizsgálatra. Az önkéntes és ingyenes teszteléseket 99 mintavevő ponton végzik, január 2-án szombaton és 3-án vasárnap 7 és 19 óra között. Időpontot foglalni a petszűrés.kh.gov.hu weboldalon lehet. A koronavírus járvány elleni küzdelem csak közös áldozatvállalás mellett lehet sikeres. Ez határozza meg az önkormányzatok jövő évi pénzügyi lehetőségeit és a kormányzati támogatásokat is, mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Szita Károly egy rádió interjúban közölte,
A kis- és középvállalkozások iparűzési adójának megfelezése azokat segíti, akiknek erre most a leginkább szükségük van. A kaposvári polgármester úgy fogalmazott, igaz, az önkormányzatok ezzel bevételtől esnek el, de ezek a cégek munkát adnak, így a megsegítésük, a talpon maradásuk közös érdek. Fokozatos mozgás bevezetésével és új étrenddel jöhetünk újra formába karácsony után, ezt javasolják a személyi edzők. A szakemberek szerint az ünnep alatt felszedett súly felesleg néhány hét, de akár pár nap alatt is leadható. Gumikötelet beakaszthatunk bárhova a lakásba, kanapéba, asztalba, ajtóba. Megfelelő erősségi gumikötéllel pedig evező mozdulatot lehet végrehajtani a hátizom fejlesztésére. Egy egyszerű gumikötél segítségével számos gyakorlatot végezhetünk, akár az otthonunkban is. Ezt mutatja Baranyai Barnabás. A személyi edző azt mondja, sokan estek bűnbe az ünnep alatt, és jó néhány kilót fel is szedtek, de könnyedén megszabadulhatunk a súlyfeleslektől. Igazából egy ilyen karácsonyi időszak után, amikor 3-4 napig folyamatosan eszik az ember, ezután igazából bármikor neki lehet állni egy diétának, nem feltétlenül kell azt, hogy azonnal éhezni. Én mindig azt hallom mindenben, hogy lépcsőzetesen, fokozatosan kell alkalmazkodni mindenhez, így például a diétában és az edzésben is. A szakember azt javasolja, hogy az intenzív mozgást fokozatosan vezessük be a mindennapokba, így az nem lesz megterhelő a szervezet számára. Itt is függ az, hogy ki kezd el mozogni, de hogyha egy teljesen kezdő áll neki, egy könnyed, teljes testes átmozgatással, enyhe aerob, kardioedzésekkel neki kezdhet. A különböző otthon is elvégezhető gyakorlatok mellett a futás is előnyünkre válhat. Kezdetben intenzív sétával, majd kocogással, végül pedig futással tudjuk beépíteni a mindennapokba ezt a mozgásformát. A mozgás mellett a méregtelenítés és az étrend megváltoztatása is fontos, vallja a szakember. Barna azt mondja, szükséges több zöldség, rostok és naponta legalább 2 liter víz fogyasztása. Én igazából azt vallom, hogy tisztán kell étkezni. Itt a tiszta étkezés azt jelenti, hogy mindenfajta cukrot, lisztet elhagyunk, és csak természetes dolgokat eszünk. A diéta és a mozgás betartásával néhány hét, de akár pár nap alatt is leadható a karácsonykor felszedett súlyfelesleg. A szakképzési rendszer idei átalakításában nem jelentett akadályt a koronavírus járvány, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Sanda Tamás szerint a jól képzett munkaerő és az erős magyar vállalatok mindenféle válság idején védettséget jelentenek. Hozzátette, a kormány idén 35 milliárd forintból emelte mintegy 32 ezer szakképzésben oktató bérét. Az újonnan bevezetett tanulói ösztöndíjakra évente 11 milliárd forintot szán, és több 10 milliárd forintot biztosított a szakképzési centrumok és tanműhelyek fejlesztésére. Nikola Lazics segíti és koordinálja ezentúl a Kaposvári Kosárlabda Klub munkáját. A rutinos, több élvonalbeli csapatnál is tevékenykedő vezetőedző Fekete Ádám helyére érkezett. Nikola Lazics szerződése egyelőre a bajnoki szezon végéig szól. A szerdai Jászberény elleni meccsre készülnek a kaposvári Delfinek. A csapat Fekete Ádám távozása után Nikola Lazics vezetőedző segítségével lép majd pályára. Az új trénernek sok dolga lesz a gárdával. Mindenképpen azt várom tőle, hogy felrázza a csapatot, és kihozza belőlük a maximumot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan mérkőzést játszottunk, ami jobban sikerülhetett volna, hogyha ez a csapat csapatként működik. Őtől ezt várom elsősorban, hogy az öltözőben rendet rakjon, és ez meglátszódjék a mérkőzéseken. Ahogy az edzéseken tapasztalom, mindenki maximális intenzitással, plusz motivációval bír az új edző személye miatt is, illetve hát a teljesítmény, az elvárt teljesítmény véget is. Az 58 éves szakember játszott Zalaegerszegen, később pedig a ZTN-nél vezetőedző is volt, megfordult a Falkó Szombathelynél is, amelyel 2010-ben a Magyar Kupa döntőjéig jutott. A KKK játékosai is jól ismerik a szerb trénert. Nikolát én már ismerem, már több mint egy évtizede, dolgoztam vele korábban együtt, egy keménykező edző,
most sem hazudtolta meg ezt, próbálja rendbeszedni a társaságot. Azt hiszem szükségünk volt is egy kis kívülről jövő új impulzusra. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz majd eredményes a pályán, de úgy érzem, hogy kicsit próbálkozott a társaság ilyen szemléletváltással is az edzőváltás miatt, és nehéz ezt megítélni, de egyelőre, de úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. A kaposvári delfinek szerdán bizonyíthatnak újra, méghozzá a Jászberény ellen, immár Nikola Lazic tanácsaival és szakmai hozzáértésével. Nehéz belőlük felkészülni, hiszen sok helyen változott a játékos keretük. Még az elmúlt meccsen is csak egy légiósuk volt, és ezekből az eredményekből nem is nagyon szabad kiindulni, amiket az előző néhány fordulóban elértek. Valószínűleg egy teljesen más összetételű, teljesen más játékrendszert játszó brigád lesz, aki ellen ki kell mennünk a pályára. Próbálunk maximálisan felkészülni a rendelkezésre álló adatok, videók és infók alapján. Próbáljuk majd a játékosokat, az új játékosokat egyénileg is kicsit felmérni. Aztán meglátjuk, ott derül majd ki úgyis, hogy ki fog pályára lépni, ki nem fog pályára lépni, és nekünk ez. Nem mondom, hogy alkalmazkodni kell, de inkább ők alkalmazkodjanak hozzánk. Nikola Lazic szerződése egyelőre a bajnoki szezon végéig szól a KKK-nál. A 2021-ben hatályba lépő adóügyi könnyítések szinte mindenkit érintenek, jelentette ki Izer Norbert a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, írja a hirodó.hu. Kiemelte, hogy az új lakás értékesítések áfa mértéke 22 százalékponttal 5%-ra csökken, a január 1-től érvényes illetékmentességnek köszönhetően pedig 1,5 millió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé. Az illetékmentesség a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő gyermekes családoknak is jár, akár új, akár használt lakást vásárolnak. A pálinka bérfőzetése és magánfőzése évi 86 liter párlatig adómentes lesz. A magánszemélyek 500 000 forint helyett 1 millió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési kedvezményt. Izer Norbert jelezte, nem csak a lakosságnak hoz kedvező adóváltozásokat az új év, hanem a vállalkozásoknak is. A kisvállalati adó mértéke 12%-ról 11%-ra csökken, és a bevételi értékhatár a jelenlegi 1-ről 3 milliárd forintra, a kilépési pedig 3-ról 6 milliárd forintra nő. A KKV-k körében egyre népszerűbb ez a foglalkoztatás és beruházás ösztönző adófajta. December 27-ig már 7400 cég jelezte, hogy jövőre csatlakozna a kivások táborához. Változik a menetrend szilveszterkor. A MÁV vonatok december 31-én a pénteki, január 1-én a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi. A volánbusz járatai december 28 és 31-e között a tanítási szüneti munkanapi, január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, 3-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint járnak. Egyes településeken ettől eltérő lehet a közlekedés. Az Intercity-k több kocsival közlekednek az utazási csúcsidőszakokban. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33%-os hétvégi kedvezményt január 3-án éjfélig vehetik igénybe. A vonatokon és a helyközi buszjáratokon január 7-éig fogadják el a decemberi dolgozó és tanuló bérleteket. Mozogtak a csillárok és összecsörrentek a poharak a polcokon, ismét földrengést lehetett észlelni Somogyban. Más étrend és fokozatos mozgás, odafigyeléssel ledolgozhatóak a karácsonykor felszedett pluszkilók. Új vezetőedző a kaposvári kosárlabdaklubnál, Nikola Lazic váltja Fekete Ádámot. Videós tartalmainkat megtalálják a Somogy Televízió honlapján a www.somogytv.hu oldalon. Holnap borús, felhős idő vár ránk, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.